Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a következő percekben. Az izraeli háborúval kapcsolatban fogom kérdezni vendégünket, Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Október 17-e van este 7 óra, és azért is mondom ezt így el, mert bármikor változhatnak az események, tehát mi a mostani információk birtokában fogunk beszélni a jelenlegi helyzetről, és az első kérdésem az is lenne, hogy várják itt napok óta a közvélemény, a média, és nyilván mindkét fél azt, hogy mi történik, illetve hogy az izraeli hadsereg megindul-e Gáza felé szárazföldön, és most láttam nem olyan régen egy viszonylag friss hírt, mi szerint úgy tűnik, hogy nem csak szárazföldi hadműveletben gondolkodik Izrael, és úgy azt közölték az újságok, hogy mindenki szárazföldi offenzíváról beszél, de más is történhet. Mit gondol, mi van emögött, a várakozás mögött elsősorban, mert mindenféle indokot lehetett hallani az időjárástól kezdve, a túlszabadítási akciók, így mindenféle indokot felsoroltak, hogy hogyan látja, miért várhatnak és mire? Valóban az első szempont nem feltétlenül a legfontosabb, bár nyilván a hozzátartozók számára a legeslegfontosabb, hogy hát izraeli források szerint 191 néhány, a Hamasz saját állítása szerint közel 250 túsza van még mindig a szervezetnek, és nyilván, ha megindul egy nagy szárazföldi támadás, akkor ezeket a szerencsétleneket vélhetőleg válogatott kegyetlenséggel fogják kivégezni a Hamasz harcosai, terroristái, nevezzük nevén őket. Tehát ez az egyik oka annak, hogy nem indult meg a támadás. A másik, hogy szerintem az izraeli politikai vezetés sem jutott döntésre. Tehát rövid távon nyilvánvaló, nagyon fontos a bosszú. Tehát a múlt hét szombaton elkövetett, illetve hát most már igen két héttel ezelőtt kvázi elkövetett borzasztó terrortámadás az bosszúért kiállt. Ugye legalább 1400 és az áldozatok összesítése most is zajlik, most is találnak újabb és újabb holttesteket. Ugye olyan állapotban a helyi klíma miatt, hogy alig lehet őket azonosítani. Tehát az izraeli társadalom az jelentős része bosszút akar. Az izraeli politika elitnek, különösen Netanyahu miniszterelnöknek is jó jönne egy látványos bosszú, hiszen az, hogy egy ekkora méretű támadást el lehetett követni Izrael ellen, az a mindenkori kormányzat óriási kudarca. Független attól, hogy most ugye még egységkormány van, ez a úgymond válságkormány, addig ez a kérdés nem vetődik fel. A harmadik pedig Izraelnek a nemzetközi kapcsolata, hogy az Egyesült Államok, amelyik nagyon kényelmetlen helyzetben van, mert egyszerre kellene megfelelni Izrael elvárásainak és az arab világ elvárásainak, úgyhogy az arab világ kegyeiért azért most már Kína is nagyon keményen versenyben van, és Oroszországot sem szabad elfelejteni, ők pedig egyértelműen a palesztin ügy ad abszurdum, a Hamasz mellett tették le a voksukat, Moszkva sokkal inkább, Kína azért itt is egy nagyon óvatos, visszafogott diplomáciát folytat. Tehát Washington is önmérsékletre szólította fel Izraelt, meg például arra, hogy a víz, áram és élelmiszer ellátást azt adják vissza a gázövezet polgári lakosságának, hiszen Izrael jelenleg, nevezzük nevén, a kollektív büntetés elvét alkalmazza. Valószínűleg azért is, hogy ezzel próbálja meg a túszok szabadon engedését valahogy kizsarolni, nyomást gyakorolni a Hamaszra, de hát ugye a terrorszervezet a palesztin polgárlakosság szenvedésére is teljes érzéketlen. És ugye ez Izraelnek is hosszú távon nem érdeke egy elhúzódó háború, ami egy szárazföldi offenzívával garantálható. Ebben izraeli oldalon is rengeteg halálos áldozat lesz, hiszen a Hamasz gyakorlatilag 2005 óta erődíti a gázaövezetet, ássa az alakutakat, aknázza alá a házakat, készített mindenféle robbanó és más egyéb csapdákat. Tehát egy szárazföldi támadás az ezrével fogja megölni és megnyomorítani az izraeli katonákat, és tízezrével fognak áldozatul esni halottak és sebesültek formájában a palesztinok. Ez pedig hosszú távon Izraelnek sem érdeke, hiszen a közelmúltban az úgynevezett ábrahámi egyezmények keretében
Izrael egyre másra kötött számára is, meg a másik fél számára is előnyös megállapodásokat az arab világ országaival, egyre több arab ország ismert el egyáltalán Izrael létét. Ja, valószínűleg a támadás időzítése is azzal függött össze, hogy lényegében előre haladott állapotban volt egy egy szaudi-izraeli megállapodás, és Irán ezt mindenképpen meg akart akadályozni, hiszen a Szaúd-Arábia és Izrael kiegyezik, azzal Iránnak a geopolitikai hatalmi lehetősége jelentősen csökkentek volna a Közel-Keleten. Tehát mindezeket figyelembe véve maga az izraeli politika is habozik. A katonák pedig, és talán ez a legfontosabb, a katonák nem nagyon támogatják ezt a műveletet, ugye a saját tapasztalataik miatt is. 2005-ben pont a nagyon magas veszteségek miatt ürítette ki Izrael a gázaövezetet. Másfelől ugye az afganisztáni, vagy az iraki háborúban az izraeli haderőnél jóval nagyobb létszámú, sokkal nagyobb anyagi lehetőségekkel rendelkező Egyesült Államok is kudarcot vallott a gerilla hadseregekkel szemben, márpedig a Hamas egész biztos, hogy gerilla hadviselést fog folytatni a gázaövezetben, tehát elhúzódó, hosszas álló háború várható, nagyon komoly katonai áldozatokkal izraeli oldalon, és ennek legalább tízszeresére rúgó zömmel polgári áldozatokkal a palesztinok oldalán. Ha mégis megtörténik ez az offenzíva, és bevonulnak Gázába az izraeli hadsereg, ugye egy nehéz gépesített hadseregről van szó, tehát tüzérséggel rendelkeznek, látni ugye a felvételeken is azokat a harckocsikat, amelyekkel megindulhatnak. Mégis mire lehet számítani? Elképzelhető akár az is, hogy mások belépnek ebbe a háborúba? Ugye éppen ma délelőtt, ma reggel jött ki az a hír, hogy Irán egészen komolyan megfenyegette Izraelt, hogy megelőző csapást mér az országra, hogyha úgy látják, hogy be akarnak vonulni. Mennyire tartja például ezt reálisnak? Maga Irán ugye nem határos Izraellel, más nem mondjak, a legrövidebb út Irakon és Jordánián, vagy Irakon és Szírián keresztül vezet. Ugye Szíriával mondjuk most jó viszonyban áll az Assad rezsimnek az egyik legkomolyabb támogatója Irán. De azért az iráni haderő nem igazán alkalmas ekkora távolságú hadműveletet lefolytatni. Nyilván az iráni légierő megpróbál a csapást mérni Izraelre, vagy balisztikus rakétáival Irán el tudja érni Izrael, de ugye ezeket a rendszereket, ezeket a rakétákat az amerikai, meg az izraeli műholdas felderítés is folyamatosan figyeli Iránt. Ezeket azért nem lehet ezrével indítani, mert jóval drágább és jóval nagyobb méretű darabok, tehát ezeknek nagyrészt valószínűleg meg tudná fogni az úgynevezett Dávid paritjája és az Aero rendszerek, amikkel ugye Izrael képes balisztikus rakétákat megsemmisíteni, és ebben az esetben Teherán mindenképpen számíthat egy izraeli válaszcsapásra. Ami jóval pusztítóbb lesz, mert Izraelnek jobb rakétái vannak, sokkal korszerűbb harci repülőgépei, és valószínűleg Izrael támogatna az Egyesült Államok is. Sokkal valószínűbb az, hogy a Hezbollahot fogja Irán használni, a libanoni sítáknak a politikai pártja, a terrorszervezet egy személyben. Ugye a Hezbollah már eddig is kisebb-nagyobb tüzérségi, illetve aknavező tüzet zúdított Észak-Izraelre, Libanonból, és időről időre ugye a mai napon is harcosai, terroristái megpróbálnak bebetörni Izrael területére, tehát ezzel is egy picit igyekszik megosztani Irán az izraeli haderőt, egyelőre mérsékelt sikerrel. Én nem gondolnám, hogy Irán elkövetni azt a hibát, hogy nyíltan katonailag konfrontálódjon a Hamas oldalán, mert ebben az esetben ugye még egyértelműbbé válna, amit azért a legtöbb szakértő valószínűsít, hogy ez a terrorakció az aligha történt Irán beleegyezése, vagy tudta nélkül. Tehát ehhez a támadáshoz, ez a gyakorlatilag szeptember 11-e után, sőt lassan már az áldozatok számát figyelembe véve lassan előtti méretű terrortámadás, az iráni támogatás és iráni beleegyezés nélkül aligha történhetett volna meg ebben a formában.
az lenne ugye a logikus, hogyha ez egy proxy háború, és Irán áll emögött a terrorszervezet mögött, akár itt a Hizbolláról beszélünk, akár a Hamászról, és az ő támogatása van a mögött, akkor ott lehetne gyökerénél megfogni Izrael szempontjából ezt a problémát. Viszont úgy tűnik, hogy ugye az egész nyugati tömb, akár Amerika, Európa, de itt főleg Amerikára gondolok, a megszólalások szintjén nagyon szeretné elkerülni ezt a fajta eszkalációt, teljesen érthető okoknál fogva, hiszen itt ugye a gazdaság, a világgazdaságnak a megroppanása is akár szóba jöhet, hiszen Iránnál a Hormuzi szoros mentén annyira nagy a forgalom, a nyersanyagforgalom, illetve a kereskedelmi forgalom, hogyha ott bármi történik, az mindenkire ki fog hatni. Igen, ez egy létező veszély. Iránnak van olyan forgatókönyv, hogy amennyiben például az Egyesült Államokkal konfrontálódik, akkor az iráni haditengerészet és az iráni iszlám forradalmi gárda, ami lényegében az iráni fegyveres erők negyedik haderőneme, ami direkt a főpapság, tehát az ajatollah személyes irányítása alatt áll. Egy ilyen konfliktusban ők elsősorban a Hormuzi szoroson áthaladó, ki és vagy betartó, tehát akár megrakott, akár üres tartályhajókat támadnák, a lehető legnagyobb pusztítást okozva, és akár hónapokra, sőt évekre lezárva azt a nagyon keskeny és folyamatosan kotort hajózó utat, amin ezek a gigászok ki és bejárnak az olajúton, tehát ez egy létező forgatókönyv. Ugyanakkor Irán esetében ez körülbelül ugyanolyan fenyegetőzés, mint ahogy ugye Oroszország lényegében heti rendszerességgel fenyegeti az ukrán elleni agresszió kezdete óta atomfegyverrel a nyugati világot. Teherán is pontosan tudja, hogy bár nagyon komoly csapásokat tudna mérni, akár Izraelre, akár a térségben lévő amerikai hajókra, de hosszú távon egy ilyen háborút nem nyerhet meg, és ami nagyon fontos, Kína nem fog kiállni mellette. Ugye Kínának azért megvannak a saját muszlimjai, azok az ujgurok, azok a közép-ázsiai ujgurok, akiket Peking maga egyébként kőkeményen elnyom. Tehát itt Irán nagyon egyedül maradna, talán Oroszország, ami lassan, de biztosan a nemzetközi közösség egyik párja államává vált, ő esetleg kiáll a mellette. Kérdés az, hogy Moszkva, ami ugye már másfél éve lassan az ukrajnai háború mocsarába süllyedt, milyen segítséget tudna nyújtani Iránnak. Nem hiszem, hogy Irán megkockáztatja ezt. Valószínűleg a Hezbollahot, az iszlám dzsihádot, és más egyéb terrorszervezeteket fogja használni, hogy úgymond helyetteseiként okozzák a lehető legnagyobb károkat az izraelieknek. Törökország szerepét egyébként hogyan látja itt a közel-keleti térségben? Ankara bejelentette, hogy csúcs találkozó lesz majd most szombaton Egyiptomban, azt még nem közölték, hogy kik lesznek a résztvevők, de a közel-keleti konfliktus megfékezése lesz egyébként a téma. Viszont hallhattunk a napokban azért akár Erdogántól is olyan kijelentéseket, amelyek alapján Izraelt szólítja fel több esetben arányosságra, mértékletességre, illetve még egy olyan mondat is elhagyta a száját, hogy ezeket a csapásokat, amelyeket aztán Izrael a gázai övezetre mért, ugye mészárlásnak nevezte, pontosabban Gáza-izraeli blokkádját és bombázását nevezte mészárlásnak, miközben ugye a maga terrortámadást olyan nagyon hangosan nem ítélték el, vagy nem siettek ennek az elítélésére. Hogyan látja a törökök szerepét? Mi lehet a szerepük ebben a konfliktusban? A közvetítő szerep az úgy tűnik, mintha ahhoz azért egy picit elfogultak lennének. Törökország tulajdonképpen Erdogan elnök hatalomra kerülése óta egy ilyen oszmán reneszánszt él. Tehát az egykori ottomán török birodalomnak a hát nem is annyira területi, de inkább kulturális, gazdasági török befolyásnak egy pici helyreállítása Erdogan elnök kifejezett célja. Ez pedig részben azt jelenti, hogy neki abszolút kedveznie kell az arab világnak. Tehát Törökország kifejezetten retorikában is, és más szempontból is, ahhoz képest egyébként, hogy Erdogan elnök első éveiben komoly barátság volt Isztambul, és Ankara és
Jeruzsálem között kifejezetten Izrael ellenes retorikába ment át, és az addig kifejezetten gyümölcsöző hadipari együttműködés és megszakadt a felek között. Ugye itt például azt is mondta Erdogan elnök úr, hogy az amerikai repülőgép hordozók azért érkeztek a térségbe, hogy halomra öljék a palesztinokat, ami hát egyenesen nevetséges, tehát retorikailag ez is inkább arról szól, hogy ő most inkább az arab világ barátságát igyekszik megnyerni, akár azon az áron is, hogy egy kicsit beáldozza az amerikai kapcsolatokat, amelyek amúgy sem annyira fényesek az utóbbi időkben. Azt minden esetre elmondhatjuk, hogy ez a közel-keleti konfliktus ez egyáltalán nem hiányzott a nemzetközi kapcsolatok világában, meg úgy egyáltalán az orosz-ukrán front mellett nem jó, hogy megnyílt nyilván még egy ilyen front is, azon kívül, hogy emberek halálával jár, méghozzá sok-sok ember halálával. Ugye ha bevonulnak, ön is említette, hogy egy elhúzódó háborúra kell készülni. Van Izraelnek egyébként más választása ön szerint, mint hogy bevonuljon Gázába és megpróbálja felszámolni a Hamas terrorszervezetet? Hát a másik választás az, amit most csinál Izrael. Tüzérségi tűz, precíziós légicsapások, a polgári lakosságon keresztül a Hamas egy részének, főleg a harcosoknak, akiknek a családtagjait érinti az izraeli támadás leválasztása, megosztani a palesztinokat, egymásnak ugrasztani őket. Tehát ez egy létező forgatókönyv. Kérdés az, hogy Izrael mennyiben ezt fogja követni. Nagyon szépen köszönöm, Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk. Viszont hallásra.